Nagy szeretettel köszöntöm az EVTN televízió nézőit, innen Quitóból, a Bicentenárius Parkból, ahol hamarosan kezdődik az ünnepi szentmise, amely az 53. eukarisztikus kongresszus megnyitó szentmiséje lesz. Fantasztikus itt a hangulat, nagyon szép az idő, és körbevesz bennünket az Andoknak a hegyei. Nagyon készültek az itteni emberek, már messziről, ahogy jöttünk be, több száz méterről, köszöntöttek bennünket sorfalat állva, nagyon-nagyon kedvesek az itteni emberek, nagyon békések, nagyon nyugodtak, és ebben az ünnepi megnyitó szentmisében 2500 első gyermek lesz első áldozó. Ez egy különös is ebben a szentmisében. Először veszik magukhoz az Úr Jézus szent testét az eukarisztiában. Láttuk a magyar zászlót is, nagyon nagy örömmel köszöntöttek és fogadtak bennünket, és ugyanakkor a minden nemzetet köszöntöttek, és magyar nyelven is köszöntöttek itt bennünket. Nagyon örülnek, amikor meghallják, hogy mi Budapest Magyarországról érkeztünk. Vagyunk Quitóban, az eukarisztikus kongresszuson. Nagy szeretettel köszöntöm minden magyar testvéremet. Az 53. eukarisztikus kongresszus jelvénye van itt mögöttem, a logója. Jézus Krisztus szeretetének három nagyon fontos jelét láthatjuk a logon. A piros szív, Jézus szíve. Ennek fontos jelentősége van az ecuadori nép életében, mert 2024-ben, ebben az évben ecuadori testvéreink jubileumot ünnepelnek. 150 évvel ezelőtt felajánlották magukat Jézus szívének. Tehát nagyon erős itt ebben az országban Jézus szívének a tisztelete, Jézus szívének a szeretete, és ezért került be a logóba Jézus szíve. És Jézus szívének, a szeretetének a két legnagyobb megnyilvánulási formáját láthatjuk még a logon, a keresztet és az eukarisztiát. Isten egészen végsőkig elmenő szeretete a kereszt, amelye megmutatta, hogy egészen odaadja magát, érted, értem, mindnyájunkért, és az eukarisztia az, abban, amiben Jézus megmutatta, hogy nem csak egyszer szeretnék veled lenni, hanem mindörökké veled akarok maradni, és nap mint nap találkozhatok vele, egyesülhetek vele az eukarisztiában. A három szín az Ecuador zászlajának a színe, a piros, a kék és a sárga. A logón található még egy nulla fok. Ennek az oka az, hogy Ecuador, ahogy a nevében is benne van, itt megy el az egyenlítő, Quitótól 30 kilométerre található, tehát itt a világnak a nulladik pontján állunk, és ez is egy különlegessége ennek a kongresszusnak, hogy itt Ecuadorban van, egy startpontnak is nézhetjük.